45 év fókuszban címmel nyílt meg egy nagyon exkluzív kiállítás itt Pécsett a Pécsi Galériában. Ez egy olyan csoport, akik már több évtizede együtt dolgoznak, és soha nem álltak le, mindig alkottak valamit. Mindig létrejöttek kiállítások, nemzetközi kiállítások, különböző fotótáborokban vettek részt. Alapítójuk dr. Lajos László volt, aki jó néhány évvel ezelőtt elhunyt, viszont négy tagjuk kiválóan dolgozik. A négyből kettővel tudunk most találkozni, Harnóczy Őrssel és Marsalkó Péterrel. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk. A másik két tag, aki nem tudott sajnos eljönni, Borbély Tamás és Kálmándi Pap Ferenc, az ő alkotásaik is itt kiválóan láthatók. Ez a 45 év, hogy sikerül ilyen összetartónak lenni? Ez nagyon nagy ritkaság. Művészeknél talán még nagyobb ritkaság. Barátság, szakmaiság, mind a kettő. Nagyon finoman, intelligensen kezeltétek egymás végig. Hogy történt ez? Azt hiszem az az oka, hogy amikor mi összejöttünk 1977-ben, megalakult a fókuszcsoport a Lajos László által, akkor mi már baráti kapcsolatban voltunk egymással. És mi már akkor úgy fotóztunk, hogy egymás képét bíráltuk, és ezt látta meg Lajos László, és miért, hogy a Mecseki Fotóklubot meg szeret volna újítani szellemileg, fotográfiailag, mi pedig már akkor az új szeleket fújtuk, és ez megtetszett neki, és akkor beemelt minket a Mecseki Fotóklubba, és megalakította a fókuszcsoportot. A barátság az megvolt, és azóta is ez folyamatosan működik. Jó lehet, hogyha azt veszük, hogy az alkotók azok mindig kritikusak egymással szembe, tehát nekünk is voltak ilyen periódusok, hogy egymás jól megkritizáltuk, de pontosan a barátság átlendíti az embert ezen a holtponton, tehát nincs ezzel baj, sőt, kell is a kritika, mert amikor kitesz az ember a falra egy képet, akkor már legalább egy több szűrőn átmegy. A barátok, akik ugyanazt a műfajt művelik, hasonlóan gondolkodhatnak sok mindenről, nem biztos, hogy mindenről, de nagyon sok mindenről. A hasonlóság ellenére biztos, hogy vannak különbözőségek is, amiket finoman kezeltek a művészetetekben is, ez megnyilvánul. És a kiállításnál is, viszont ami a közös, az az ember és a környezet. Ez hogy van? Mit tapasztaltál, Péter, ezzel kapcsolatban? Hát itt elsősorban az egyéniségek működnek, olyan szinten, azt lehet mondani, hogy összehangolt és látásmódi szinten, hogy mindegyikünk külön világgal és külön elképzelésekkel vagyunk egy téma iránt, másképp fotózzuk le, mások az üzeneteink, és a végeredmény az olyan, mintha egy alkotó készítette volna. Tehát a közös munkának és a közös szellemiségnek a lényege pont így alakult ki, így stabilizálódott a fókusz valahogyan. Próbáltuk ezt a csoportot bővíteni is annak idején, hogy legyünk többen, de nem találtuk meg ezt a fajta szellemiséget, amely ezt az egyéniséget is megtartani, a saját képi világomat is megtartani, és egy csoportnak a tagjaként beilleszkedve úgy alkotni, hogy érezzük egymást. Tehát egyszerűen ez egy olyan dolog, hogy van itt négy különböző érzelmű és négy különböző művész, fotoművész, akinek mindegyiknek van egy külön véleménye a világról, mindegyiket foglalkoztatja valami, és ezt letesszük az asztalra. Tehát van egy központ, ez a központ az gyakorlatilag a közös beszélgetés, ez a központja az egésznek. Tehát az, hogy mi legyen, mivel foglalkozzunk, kinek van valamilyen véleménye, hogy menjünk tovább. Tehát a beszélgetésnek az alapkiindulási pontja határozza meg a jövőképet. Azt mondják, hogy a tehetség az egy dolog, de ha nem párosul szorgalommal, kitartással, akkor szinte szerte foszlik. Na most itt tényleg nagyon szorgalmas emberek is vagytok mindemellé, hiszen mindig új munkákkal jöttök elő. Ez sem egy válogatás az elmúlt 45 évből. Én úgy tudom, hogy ezek tényleg új munkák, és kimondottan erre az alkalomra készültek. Ez mekkora
megterhelés talán, ha nagyon rossz kifejezéssel élnék. Mekkora feladat volt ez számotokra, és különböző címet adtatok a ti kis csoportszerű alkotásaitoknak. Kezdjük akkor Örs nálad. Igen, mindjárt válaszok erre a kérdésre is, de még az előzőhöz hozzáteszek egy kiegészítést, hogy mindig is az ember volt a mi szemléletünk központja, vagyis egy társadalmi kritika. Tehát ez volt az, ami miatt a fókusz érdekes volt, hogy egy olyan jellegű társadalmi kritikát fogalmaztunk meg a fotókon keresztül, ami mindig aktuális volt, ugye, ahogy a magyar kulturális élet és politikai élet hullámzik. Jó lehet, konkrétan nem politizálunk, de társadalmi kritikával foglalkozunk, legyen az egy csatornafedél, vagy egy őszies fa, mindegyikben ott van a mondani való. Állandóan dolgozunk, mindenki állandóan új dolgokon töri a fejét. És akkor elérkezünk egy olyan időponthoz, hogy konkrétan most 45 éves a fókusz, ezt is meg akartuk ünnepelni valamilyen módon. Megkaptuk a Pécsi Galériát a várostól, hogy ezt meg tudjuk rendezni, nagyon örültünk neki, és akkor ez körülbelül másfél éves munkának az eredménye, amit most ki van állítva. Tehát ezt másfél év alatt fotóztuk, teljesen új fényképek. Valóban mindenkinek megvolt van egy-két régi kép, ami beúszott, de ez csak erősíti az újakat, illetve egy visszaköszönés a régire, mert így párba érdekes még a visszakapcsolás. Igen, teljesen új fotók, és hát ez jellemző a fókuszcsoportot, hogy mindig próbál megújulni. Amit az előbb is mondtam, hogy a kritikák azok nagyon fontosak egymással szemben is. Másrészt neveket nem mondok most, de képzőnész barátokat hívunk a képek bírálatához, hogy azért úgy megerősítsék a mi elképzelésünket, hogy jó úton járunk, vagy nem. És amikor eljutunk oda arra a pontra, hogy na most már itt a kiállítás, akkor nyugodtak lehessünk, bár az ember sosem nyugodt, mert kritika az mindig van. Ha belegondolok, hogy erre a kiállításra ugye már több mint egy éve készülünk, és ez tényleg komoly felkészülés, mert mindenki bizonytalan a maga területén, mindenki megerősítést akar, az, hogy megtalálta azt a hangot, azt a képi hangot, azt az üzenetet, vagy azt a fajta dolgot, amit ki fog tenni. És mindenki, hogy látszik a képeken, meg a beszélgetésekben, hogy fokozatosan fölspanzolódott mindenki a saját képanyaga felé, tehát közelített mindenki arra, hogy megtalálta, jó lesz. Tehát erősödött abban a hitben, és ez egy óriási sok kép szelektálás előzte meg, nagyon sok beszélgetés előzte meg, és hát a másik az, hogy a fókusznak az ereje pont az, hogy minden területre odafigyel. Tehát a képek megnézésénél ott tényleg nincsen barátság, ott a kép az, ami dönt. És a másik az, hogy ugye az én esetemben, aki egy teljesen új világba csöppentem be, valahogyan a sors folytán, nagyon kellett az, hogy megmutassam. Tehát, hogyha az ember egyedül lett volna, mint Marsalkó Péter, akkor nem biztos, hogy kimertem volna állítani, mert megerősítési rendszert az ember önmagában tud adni, de az, hogy biztos legyen abban a fajta dologban, hogy az falra illik, az megállja a helyét egy ilyen helységben, mint a galéria, ehhez ilyen emberek kellenek, mint a fókusztagok. Az itt kiállított munkáidnak a gyűjtő neve Élet. Igen. Az életben rengeteg minden beletartozik. Neked mi az, amit úgy kiemelnél ebben? Hát én olyan 1984-től kezdtem el ezt a sorozatot a harisnyás képeimmel, ami Emburok volt egy atomháború utáni ember újjászületésének a szakaszában. Akkor voltam ilyen 35 éves, most meg vagyok 68 éves, és eljutottam ezekhez a képekhez, ahol már nincsen rajta fejeken harisnya, hanem csak a lélek maradt ott.
mert ez egy hiába a külsőségek látszanak egy képen, de gyakorlatilag a belső tartalmat akartam kifejezni. Tehát ki akartam fejezni azt, hogy magányosság, ki akartam fejezni azt, hogy öregség, elhagyatottság, mi az, hogy csendben ülni, az emberek ülnek az ágy szélén és csendben ülnek, és várják az ebédet, a vacsorát, a reggelit, vagy az unokának a telefonját. Tehát ennek a fajta világának az érzését tettem föl ezekben a képekben, amit plusz egy olyan dologban akartam egyesíteni, hogy ezeket az embereket a 60-as, 70-es, 80-as években, ezek tanár, igazgató, különböző értelmiségi emberekről van szó, aktívak voltak, boldogok voltak, sikeresek voltak, akkor még a szobában ilyen henger, festékhengerrel festették a gyerekszobától a nappalig, ugye a házakat is, és akkor találtam egy ilyen hengert, és ezt a hengert, ami pont egy gyerekszobának a figuratív részével rendelkezett, mint ugye van az, hogy az öregség az szinte a második gyerekkort jelenti, ebbe a fajta értelemben tettem rá ezt a festéket, ezt a hengert ezekre a képekre, hogy üzenjek valamilyen fajta módon, hogy a gyerekszobából a gyerekszobába hogy lehet eljutni. Tehát az élet az milyen évet tesz, milyen érzéseket tesz. És ez egy jelzés valamilyen fajta módon a mostani generációnak, akinek nincsen ideje semmire. Tehát ennek a fajta jelzését még időben szeretném hát üzenni az embereknek, hogy gondolkodjanak el. Körülbelül ennyi. Hát a kiegészítésként az, hogy ezt a képeket, amikor megcsináltam, akkor találkoztam a 96-ban készült Borbészék Avatás Bisén című anyagommal, ahol ugye parasztemberek, egy faluban élő embereket Borbészékre állítottam, hogy megmutassák, hogy miben ők a legjobbak. Az egyik a legjobb kaszáló volt, a másik ugye a legjobb állattartó, tehát paraszt emberekről van szó, akik már nem élnek, és azoknak a képek készítése után nem jutott eszembe a torzítás és az elmozdítás, mert ezeknek az embereknek a lelkük teljesen rendben van. Ezeknél nincsen depresszió, nem voltak ilyenfajta dolgok, mint amit itt láttam a szociális otthonban. És ezért akartam szembeállítani ezt a kettő dolgot, hogy mennyire fontos, hogy van egy generáció, amelyik a saját környezetében hal meg és éli le az életét, és mennyire más egy olyan környezet, ahol nincs rám időm, nincs rám a szüleimre időm, nincs rá, nem tehetem meg, hogy vigyázzak rá, vagy ápoljam, ezért a legjobb megoldás berakni egy ilyen ápológyárba. Úgyhogy ez a kettőnek gyakorlatilag a szembeállítása. Őrs, a tiédé városi bagatell. Nagyon érdekes a címennek. Mit üzensz ezzel? A téma az utcán hever, szokták mondani, de valóban így van, hogy jártában a keltében az ember észreveszi azokat a dolgokat a városba, amelyek amúgy jelentéktelen dolgok, de hogyha fotós szemmel néz az ember, akkor mindegyiknek van szépsége. Most ez egy ilyen csatornafedél, ugye, amire haragszunk, mert elcsúszik rajta az ember, meg sikos, meg csúnya, és így tovább. Egy hulló vakolat, ahogy itt látni a képeken is. Ezeket én megpróbáltam esztétikai szépségé varázsolni, mert tulajdonképpen egy ilyen vas csatorna fedél, az egy gyönyörű szép alkotás. Azt megtervezték, kiöntötték, annak megvan a vizuális formája, szakmailag is nagyon rendben van, és az idő hozzáteszi, hogy műalkotás legyen. Mert ugye az elkopott, gyönyörű szép részletek vannak, engem ez nagyon érdekelt, és ebből csináltam egy olyan anyagot, ami hát szerettem volna így a nézők elé tárni, de ugyanígy vannak
banális részletek is, hogy egy ruhafogas, egy kapcsolószekrénynek a formája, és sorolhatnám a részleteket. Tehát mindegyik olyan részlet, ami körbevesz minket, de nem foglalkozunk vele külön-külön. Egységben már érdekes, egy városi részlet. Borbé Tamás Lenyomatok és Kálmándi Pap Ferenc útszéli történetek című csoportba foglalt munká is itt láthatók, ezeket is megmutatjuk majd a nézőknek, de most térjünk vissza akkor újra rátok. Ha ki kellene választani egy munkát mindkettőtöknek ezek közül, melyik lenne az, ami valamiért vagy a szíveteket megérinti még jobban, mint egyébként az összes, vagy valami oknál fogva talán az elkészítése technikai oldalát tekintve, melyik lenne az, melyikötök kezdi? Akinek megvan már a választottja most az itteniek közül. Köszönöm én. Jó. Tulajdonképpen én most azért emelem ki azt a képet, a Bekukkantottam című sorozatot, ami ott hátul látni a galériában, mert az is egy ilyen városi bagatell, hogy közlekedik az ember az esti városba, és látja a fényeket az ablakon belül, hogy mik történnek a házakba, lakásakba. És valami intim módon az ember csak óhatatlanul benéz, mert vonza a fény. És engem ez megfogott, és anélkül, hogy intimitást követni kell, hogy valakit lefotóznék, próbáltam ezt a hangulatot megfogni, és közölni, hogy milyen érdekes, hogy a városi élethez hozzátartodik az, hogy nyitottak vagyunk egymásra, mert ott mögötte zajlik az élet, én ott vagyok másfél méterre a járdán, de mégis érdekes ez kompozíció, fotóilag is ez felkeltette az érdeklődésemet. Talán ezt emelném ki. Péter, melyik a választottad? Lehet, hogy nehéz lesz, érzem rajtad. Nagyon nehéz, mert ugye készítettem itt egy hagyományos technikával levő hat képet, és ami ugye nem emberről szól, hanem egy életnek, egy csendéletéről, egy csendről szól, amit annak idején átéltem. Érdekes, hogy idős koromra éltem át olyan dolgokat, amit fiatalon nem. Tehát például az, hogy egy ilyen vadászlesen fölültem, és ott voltam másfél-két órán keresztül, és hallgattam a csendet. És ennek a fajta részét, hogy a napnyugta hogyan megy át szürkébe, hogyan megy át sötétbe, és akkor már rám szólt a sötét, hogy másszál le, mert hát nem fogsz tudni a sötétbe majd lemászni, és nem találod meg az utad. Tehát például ez is egy nagyon fontos dolog, de ott vannak az emberek. Tehát én portréfotográfus vagyok, embereket fotózok, hogy nagyjából a fókusz vonalon is mindig ebbe volt részem. Én nekem a szociális otthon nagyon-nagyon megviselt engem. Tehát én azonosultam édesanyámmal, ugye én vigyáztam rá, én ápoltam az életének az utolsó éveiben, és nagyon büszke voltam magamra, hogy én ezt nem, tehát nekem nem kellett megélnem azt, hogy a szociális otthonba bemenjek hozzá. És ez a fajta érzés, vagy ez a fajta érték adja meg, hogy inkább mondjuk, hogyha lehet, akkor egy képhez vonzódnék a hölgyhöz, aki ott nagy szemüvegben van, ahol mosolyog, és azért még van élet benne, van benne azért üzenet is, még pozitívabb a többi képekhez viszonyítottan. Úgyhogy talán ez az, ami igazából most nagyon hozzám közel áll. Volt már róla szó, hogy rendszeresen készültök, és főleg az utóbbi években, ugye itt
Pécs városában nagyon jelentős, itt a Pécsi Galériában, aztán a Nick Galériában, aztán Eszéken, Párizsban, Belgrádban is állítottatok ki csoportosan. Ezeket valamilyen módon talán menedzselni is kell. Ti önmenedzselők vagytok, vagy van valaki, aki segít ebben nektek? Ki az, aki válaszol? Bot csinálta, menedzserek vagyunk. Igen. De jól csináljátok, hiába akárhogy. Mindig önnek felkérések, és azt igyekszünk megragadni azt a lehetőséget. Persze, ha lenne menedzser, és ezt a kiállítást is, vagy a korábbiakat meg lehetne jobban futtatni, de én azt mondom, vagy legalábbis én úgy vagyok vele, hogy elkészítem a fotót, utána már nem érdekel nagyon a sorsa. Tehát az addig érdekel, amíg le van kattintva, elő van hívva, meg van nagyítva, és sikerült, megszereztem ezt a érzést, ezt a képet. Utána már csak a fókusz viszi tovább bennem azt az érzést, hogy akkor ezt csináljuk közösen tovább. De valóban így van, hogy egy kiállításnak az lenne a lényege egy ilyen közös munkának, hogy több helyre eljusson, több publikáció, de a mai világban ez nagyon nehéz. Tehát megvannak erre biztos a megfelelő szervezetek, de mi nem tartozunk sehova. Mi egy ilyen magányos társaság vagyunk, és hát mindennek örülni kell, hogyha jön egy ilyen felkérés. Az ember mindig megáll, amikor ilyen csodákat és szépségeket lát. Ez a kiállítás még egy jó darabig látható itt Pécsen 2022-ben, október hónapban. Viszont van-e már valami további tervetek, vagy most pihenjünk egy kicsit? Elmélkedjünk az alkotásokon, akár ti is otthon, vagy van már valami tovább lépés? Én a tovább lépésben hiszek. Tehát a raktáram tele van, a fiókaim tele vannak. Én abba hiszek, hogy itt van egy fajta verseny ma Magyarországon. Nem csak az, hogy a környezetünkben lesznek új Európa kultúrás fővárosok, az, hogy Budapesten van a fotóhónap, és ugye Pécsett is van ez. És én úgy gondolom, hogy ebben a fajta versenyben a városunknak, mert azért mi Pécshez tartozunk, föl kell venni a ritmust. És ezt pedig úgy hívják, hogy menedzselés és marketing. Tehát a városnak már ez nem kerül bárki, aki menedzselni vagy elvinni, tehát laborköltsége már nincsen ezután, csak egy szállítási költség van, vagy egy szervezési költsége van egy ilyen kiáltásnak, amit úgy látok, hogy nem nagyon foglalkozik ezzel nagyon senki. Tehát az utómenedzseléssel nem nagyon foglalkozik sem a környezetünk, sem igazából várnánk Pestről, hogy valaki ugye direkt ez miatt leutazik Pécsre, és direkt ajánlatot tesz esetleg egy magángaléria, aki fotókat árul, hogy lejön, és azt mondja, hogy ő szeretné árulni, vagy szeretné kiállítani. Tehát ülve várni az, hogy az öletbe kerüljen a dicsőség, vagy egyáltalán a lehetőség, az nem nagyon megy. Ezért vannak művészetet tanító emberek, vannak menedzsert és marketinget tanult emberek. Ebbe a városban van minden, ami ezt a dolgot tudná mozgatni. Ezt a dolgot mi egyéni kapcsolatokon belül tudunk csak jelen pillanatban megtenni, és ez kevés. És én úgy látom, hogy ezt a fajta menedzselést, ezt muszáj megtenni, mert olyan jó kiállítások és olyan erős anyagok vannak itt Pécsett, olyan tehetséges ez a város minden szempontból, hogy ezt muszáj lenne valahogyan központilag menedzselni. Hát úgy legyen, bízunk benne, a jövőben majd lesz némi változás, és így történik. Most ezek a munkák a saját műhelyetekbe kerülnek vissza, vagy lesz esetleg valami várható talán? Lesz saját műhely? Saját műhelybe kerül egyelőre. Vissza. Egyelőre. Vegyük hozzá egyelőre, jó? Egyelőre. A legjobbakat kívánom, és akkor hát, talán köszönjük. Még 45 évet beleférne, jó lenne. Hát az Isten adja meg. Majd az 50 évesen találkozunk újra. Hát, szerintem is úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy el tudtatok még legalább ti kettőtöknek sikerült. Kedves nézőink, önök a közel fél órában, az elmúlt közel fél órában Harnóczy Őrsöt, Marsalkó Pétert láthatták, akik a Fókusz csoportnak a tagjai, és a 45 év fókuszban című kiállításon tartózkodtunk, ültünk itt Pécsett a Pécsi Galériában. Viszontlátásra!